szeretettel köszöntünk mindenkit. A ma esti témánk a krónikus emésztési zavarok összefoglalása, és amint ez a címből is kiderül, egy összefoglalást hallunk, gyakorlatilag három már elhangzott webkonferencia előadását foglaljuk össze, hogy melyek a krónikus emésztési panaszok, zavarok. Mindezt a germánygyógytudomány tükrében fogjuk hallani, rövid ízelítőt kapunk abból, hogy mi is a germánygyógytudomány, kifedezte fel, honnan ered, milyen törvények alapján működik, illetve arról is hallani fogunk, hogy milyen konfliktusok, milyen szervi elváltozásokat fognak okozni a testünkben. Mindenről és még nagyon sok minden másról fog nekünk ma este az előadónk dr. Budai László Károly beszélni, aki orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeuta. Fogadják őt nagy szeretettel. Szép estét kívánok én is mindenkinek, és amint azt Réka bekonferálta, tényleg egy összefoglalás lesz, hogy akinek nincs ideje három webkonferencia anyagot megnézni, csak egyet, akkor legalább tájékoztatólag, röviden, tömören néhány információt kapjon azokról a történetekről, amit úgy nevezünk, hogy krónikus emésztési zavarok. Hát, mint mindig, most se fogunk teljes belgyógyászati listát adni, de a megfelelő konfliktusok feltárását mindenképpen megtesszük, mert szükséges ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a gyógyulásunkhoz semmi másra nincsen szükség, csak tisztáznunk azt, ami elindította bennünk a biológiai választ. A germán gyógytudomány atya dr. Rike Gerdhammer az életével, az élete tragédiájával fedezte föl mindazt, amiről szó lesz, hiszen tudjuk, hogy a 19 éves fia elvesztése nála heredaganatot okozott 2 hónapon belül, és elgondolkodott Hammer doktor, hogy a fia halála és az ő heredaganata között kapcsolat van. A lényeg az, hogy utána járt Hammer doktor ezeknek az összefüggéseknek, és így fedezte fel az első biológiai természettörvényt, amit a rák vastörvényének nevezett akkor még, hisz nem tudta, hogy még további törvényeket is föl fog fedezni. A rák vastörvénye magába foglalja a DHS kritériumait, vagyis mindazt, ami elindítja bennünk a biológiai választ, egy értelmes biológiai különprogramot. EBK-val rövidítve. A lényeg a következő, minden nagyon súlyos, váratlan, meglepetésszerű, érzelmi megrázkódtatás a szervezetünkben elindít egy biológiai választ az agy közvetítésével. Ez akkor indul el, hogyha mindent magányosan élünk át, és benne ragadunk a konfliktusba. Bocsánat. Tehát a lényeg a következő. Mindig fog érni minket váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás. De hogy mennyire zárkózzunk magunkba, illetve mennyi ideig töprengünk valamin, rágódunk valamin, mert ugye emésztőrendszerről beszélek, akkor ez meg fogja határozni, hogy a biológiai válasz milyen súlyos és milyen hosszú idejű lesz. Tehát a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog szervi elváltozást elindítani, és ne feledjük, hogy nincs szervi elváltozás érzelmi megrázkódtatás nélkül. Ebben benne van a megoldás is, hiszen csak akkor fog a szervi elváltozás eltűnni, ha valóban érzelmileg oldjuk meg azt, amit érzelmileg éltünk meg. Különben költhetjük a pénzünket fél megoldásokra, mindenféle felesleges diétákra, és egyéb eljárásokra. Én az ok-okozati összefüggésekre szeretnék rámutatni, mert mindaz, amit Hammer doktor számunkra föltárt az öt biológiai természettörvényben, az valóban tudomány. Ne feledjük el, hogy a konfliktus pillanatában a DHS bekövetkeztével a sinek is rögzülnek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között megtörtént az a bizonyos konfliktus. És ez fogja megmagyarázni, hogy miért lesz krónikus egy emésztési probléma, mert hogy a sinek gondoskodnak róla, hogy újra meg újra
beinduljanak a biológiai válaszok. Tehát, ha nem oldottuk fel érzelmileg, és csak az emlékeztető körülményeket éljük meg, azután a konfliktus nélkül is elindul az értelmes biológiai különprogram. A lényeges tudni azt is, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Nem vagyunk egyformák, és ugyanarra a konfliktusra másként és másként fogunk reagálni. Tehát soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy azt én miként éltem meg. És hogyha rágódok a dolgokon, ha bosszankodok, akkor ez mindig az emésztőrendszeremet fogja érinteni. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor rámutat arra, hogy két szakaszban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasza. Amint látjuk, ezen a Hammeri iránytűn a vízszintes tengely az időtengely, és az első függőleges vonalon szerepel a DHS. Tehát megtörtént egy váratlan, meglepetésszerű esemény, és benne ragadtunk a konfliktusban. Még mindig rágódok valamin, még mindig harcolok a falatért. Még mindig az a bajom, hogy nem tudom megkapni azt, ami az enyém. Vagy valamit lenyomtak a torkomon, és majd ezeket részletezik. A kérdés az, hogy ez mennyi ideig tart, és milyen erősen éljük meg ezeket a történeteket, mert ez fogja megadni a konfliktus tömeget. Nyilvánvaló, hogy a konfliktus tömeg meg fogja határozni, hogy a konfliktus megoldása után, a KM itt a konfliktus megoldását jelenti, milyen hosszú lesz és mennyire lesz intenzív tünetekben a megoldási szakasz. Amint látjuk, az első rész piros színnel jelölve azt jelenti, hogy gyógyulási szakaszba léptünk. Tehát mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban én megéltem, és a biológiailag reagált arra, ami történt velem, azt a megoldási szakaszban a biológiám helyre fogja állítani. A továbbiak, a részletekben már minden érthető lesz, itt csak röviden utalnék az öt biológiai természettörvényre, mert, mint mondtam, három webkonferencia anyagot összefoglalni, azért az egy elég merész vállalkozás, nehezen fogunk beleférni az egy órába. Tehát ott tartunk, hogy a megoldási szakaszban jönnek a kellemetlen tünetek többnyire. Vannak kivételek, van, amikor a fájdalom a konfliktus aktív szakaszban jelenik, meg ezekről a külön részekről a fájdalomról szóló webkonferencia anyagban már beszéltem, de itt is meg fogom említeni ezeket az eseteket. Tehát amikor a gyulladásos tünetek föllépnek, akkor a megoldási szakaszban vagyunk. Lebontjuk a felesleges sejteket, és ez mindig gyulladással jár. És a gyulladás mellett ugye a duzzanat is megjelenik, mert víz gyülemlik be oda, ahol éppen a megoldási szakasz zajlik. Na most a víznek a jelenléte attól is függ, hogy mennyire magányosan éljük meg a megoldási szakaszt is, mert annál több folyadék fog ide beáramlani, és ez annál erősebbé fogja tenni a fájdalmat és a biológiai tüneteket is. Az epileptoid krízisben mindig görcsöket fogunk érezni, a nyelőcsőtől egészen a végbelünkig, nagyon erős görcsök fognak fölépni az epileptoid krízisben, adott esetben vérzések lépnek föl, majd ezután következik a megoldás második része, amikor is az extrém fáradtságot fogjuk megtapasztalni, még mindig meleg tünetek jelentkeznek, ezt jelzi a piros szín, és a hegesedési fázisban hát valamit a biológiánk helyre fog rakni. Na most ez az ideális eset, amikor gyakorlatilag ez az egész történet egyszer megtörtént és kifutott. De mit tud a biológiánk tenni a túlélés érdekében? Erről szól a harmadik biológiai természettörvény, és arról van szó, hogy vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy működést változtatok. Hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Tehát logikus, hogyha én a konfliktus aktív szakaszban sejteket szaporítottam a cél érdekében, akkor azokat a megoldási szakaszban gyulladásos folyamatok kíséretében le fogom bontani. Ha a konfliktus aktív szakaszban én a cél érdekében sejteket sorvasztottam, hogy teszem azt egy csövet vagy egy üreget kitágítsak, lásd gyomorfekély vagy éppenséggel epeúti
tágítás, ugye, vagy a belegben, illetve a nyelőcső felső kétharmadának a tágítása, az a konfliktus aktív szakaszban a sejtek sorvadásával fog elindulni. De a megoldásban visszaépítjük a megoldási szakaszban az elsorvasztott sejteket, természetesen gyulladásos folyamatok közepette és görcsökkel az epileptoid krízisben. Ha pedig működést változtattunk a konfliktus aktív szakaszban, akkor a megoldásban ezt a működést fogjuk helyreállítani. A történet nem ilyen egyszerű, mert ha jelen lennénk a pillanatban, akkor meg se betegednénk. Még egyszer mondom, ha lezárnánk a konfliktust, nem 10 év múlva, hanem még aznap este, akkor nem alakulnának ki krónikus betegségek. A krónikus betegségek azért alakulnak ki, mert meg sem oldjuk a konfliktust. Ilyenkor a meg nem oldott konfliktus a daganat képződéshez fog vezetni, vagy túlzott szövethiányhoz. A programnak az újbóli megjelenése, amit recidíváknak nevezünk ugye az akadémikus orvoslásban, itt policiklikus lefolyásnak nevezi Hammer doktor, az a lényeg, hogy a megoldás maga nem történt meg érzelmileg. Maradtak a sínek, és valahányszor a sínre kerülünk, az a bizonyos program újra meg újra elindul, és kimegy a végéig. Tehát ez azt jelenti, hogy a sínek itt ritkán jelentkeznek, van ideje a programnak mindig kifutni. Viszont amikor túl sűrűn jelentkeznek a sínek, az emlékeztető körülmények, akkor nem tud a program kifutni, és függő gyógyulás alakul ki, vagyis a gyógyulási szakaszban elakad az egész biológiai program, ezért, amint látjuk, a gyulladásos tünetek lesznek a vezető szakaszok, és gyulladásos tünetek fájdalmakat fognak jelenteni. Itt a kék szakaszok azok a konfliktus aktív fázisnak a rövid közbejátszását jelentik, és nem epileptoid kríziseket. Természetesen egy-egy ilyen hosszú szakasz függő gyógyulás ismétlődhet policiklikusan is. És erre is fogunk példát látni a mai este. A dolgoknak a lényege, a megértése az akkor válik világossá, ha leássunk egészen az embriológiáig, le egészen a megtermékenyülésig, hiszen mindannyian egy megtermékenyült petesejtből alakultunk ki. Amikor a megtermékenyült petesejtből kialakul a szedercsíra állapot, majd a beágyazódás előtt kialakul a három csíralemez, ezt a képet látjuk itten keresztmetszetben, a sárga, a narancs és a piros színekkel jelölve. Ez Hammer doktornak a nagyon, de nagyon didaktikus rajza. Minden sejtünk, szövetünk a három csíralemezből alakul ki, és ezután ezek a sejtek egy életen át az adott működést fogják csinálni. Nem alakulnak át másik sejtén, nem vándorolnak el. Tehát az a hipotézis, hogy áttétek képződnének, az nem bizonyított tény, hiszen a biológiában rend van. Viszont az igaz, hogy minden konfliktus egy újabb és egy újabb és egy újabb biológiai programot fog elindítani bennünk. Nézzük a konfliktusok szerint, mit jelent a három csíralemez, és akkor egész egyszerű és érthető lesz mindenki számára. Hiszen egyáltalán az életben maradáshoz mindenki tudja, hogy szükségünk van táplálékra, vízre és levegőre. Ezeket meg kell kapnunk ahhoz, hogy életben maradjunk. Ezért ezeket Hammer doktor falat konfliktusoknak nevezi. Vízfalat, levegőfalat, táplálékfalat, de ide tartozik még a fény és a hangfalat is, és ezeket a konfliktusokat mindig az agytörzs fogja föl, ide csapódnak be, itt vannak a relék, amelyek ezeknek az érzéseknek a rezgéseire, mondjam, frekvenciáira be vannak állva, veszik az adást, és a megfelelő rezgésre a megfelelő választ meg fogjuk szervi szinten kapni. Mindig először sejtet szaporítunk, aztán a megoldásban gyulladásos folyamatok közepette lebontjuk a felesleges sejteket, mert hogy egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen a biológiában. A narancssárgával jelzett középső csíralemez, mezoderma,
két idegi központ irányítása alatt állt, vagyis a középső csiralemezből származó sejtjeinket két idegi központ vezérli, hiszen az érzések, amelyek ezekre a sejtekre hatnak, különbözőek lehetnek. A kis agy veszi azokat a félelmeinket, amelyek a támadásról, bemocskoltságról és az aggódásról szólnak. A támadási konfliktusra az írha sejtjei felszaporodnak, megoldásban lebontódnak, ugyancsak a bemocskoltsági konfliktus is az írha sejtjeit fogja érinteni, annak a járulékos szerveit. A támadási konfliktust a hártyáink is veszik, hogy úgy mondjam, hashártya, mellhártya, szívburok szintén a sejtszaporítással fog reagálni konfliktus aktív szakaszban, elég egy övön aluli ütést, beszólást megélnünk, és a hashártya megvastagodása elindul. Ezt jó még aznap megoldani, hogy annak a lebontásakor ne alakuljon ki ugye hashártya gyulladás. A gondozási konfliktus, vagyis amikor túlzásba viszük az aggódást, viszont a mell tejtermelő mirigyeire hat, hiszen ezek előzőleg verejtékmirigyek voltak, a törzsfejlődés során alakultak át tejet termelő mirigyekké, természetesen az irhának a része, és ezért természetes, hogy a kisagyban van ennek is a központja. A kisagy fölött látjuk ezt a kifliszerű idegi központot, amit úgy hívunk, hogy fehér állomány. Ezekbe a relékbe azok az érzések csapódnak be, amelyek az önleértékelésről szólnak. És ugye magától értetődik, hogy az önleértékelés az önpusztítást jelent, tehát a hozzájuk tartozó, az általa irányított szövetekben, konfliktus aktív szakaszban mindig először a sejtek sorvasztása fog beindulni, és a megoldásban visszaépítjük azt, amit lebontottunk. Az önleértékelés mindig a mozgással kapcsolatos sejtjeinket érinti, tehát a csont, a porc, az izom, az izmokat ellátó erek, osztóér, gyűjtőér, nyirokér és a kötőszövetet, zsírszövetet érinti az önleértékelés. Az önleértékelés témája meghatározza, hogy a testem melyik részén pusztítom a szöveteket, az önleértékelés erőssége pedig meghatározza, hogy az felsorolt öt szövetből melyiket fogom elpusztítani. Nyilván pusztítani, sorvasztani. Nyilvánvaló, hogy a legsúlyosabb önleértékelés az a csontszöveteknek a sorvadását, dekalcifikációját, elmésztelenedését fogja okozni. A külső csiralemezből származó sejtjeinket az agykéreg vezérli. Az elválasztási konfliktus, amit itt ez a piros színnel jelzett baba is bemutat számunkra, az egy nagyon, de nagyon komoly konfliktus. Az élővilágban az elválasztási konfliktus az egyenértékű a halállal, mert az anyjától elszakadt kis állat életképtelen, és a gyakorlatilag a vadállatoknak, a ragadozóknak ki van téve. Tehát az elválasztási konfliktus mindig a bőrünknek a legtetejét, a többrétegű elszarosodott labhámat fogja érinteni. Itt is először sorvasztjuk a sejteket, érzéketlenség lép fel, zsibbadás, majd a megoldásban jönnek a gyulladásos tünetek. Az agykéreg nem csak az elválasztási, hanem a birtok konfliktusokat is irányítja. Ezekről is lesz szó a mai este folyamán természetesen. De az akaratlagos mozgás központja is itt van. Az összes érzékszervnek az ingerülete ide érkezik, és itt alakul ki az érzet. Itt látunk, mégpedig hátul ugye a látóközpontban, itt hallunk, itt érezzük az ízeket, és itt érezzük a fájdalmat is. Tehát az agykéreg a legkomplexebb feladatokat oldja meg természetesen, és a konfliktus aktív szakaszban, tehát sejtek sorvadása, a megoldásban sejtek visszaépítése történik, de az agykéreg egyben azokat a túlélő programokat is irányítja, ahol nem történik sejtsorvasztás vagy visszaépítés,
hanem működés blokkolása, fékezése, gátlása történik meg, majd a megoldáskor ez a gát, ez a blokk feloldódik, és a működés helyreáll. A negyedik biológiai természettörvény kijelenti számunkra, hogy a bennünk élő baktériumok, gombák, vírusok a mi barátaink. Még egyszer mondom, hogy a bennünk élő mikroorganizmusokról van szó, és nem a rossz szándékú laboratóriumokban előállított hát biológiai fegyverekről, vagy a külvilágban lévő baktériumokról van szó. Nyilvánvaló, ha van egy sebe valakinek, és az felülfertőződik egy külvilági baktérium által, akkor azt kezelni kell, arra antibiotikumos kezelés szükséges, ez nem kérdés. Viszont a bennünk levő baktériumok, akikkel mi évmilliók óta együtt élünk, segítenek minket abban, hogy lebontsuk a felesleges sejteket. Ugye tudjuk, hogy a gombák bontják le a kidőlt fákat is az erdőkben. Segítenek abban, hogy visszaépítsük azt, amit már lebontottunk. Itt jönnek a baktériumok szóba, illetve a vírusok. A hepatitis vírus is itt lép akcióba, és azért marad fönt, és azért mutatható ki hosszú ideig, mert függőgyógyulásban maradt az a program, amiben ő segít a nyálkahártyát rendbehozni. Az ötödik biológiai természettörvény pedig fölteszi Hammer doktor munkásságára a koronát, hiszen kijelenti, hogy az úgynevezett betegség a természet egy-egy értelmes biológiai különprogramja. És ez teljesen értelmezhető az embriológia, vagyis a fejlődés történet szempontjából. A DHS során a biológiánk biológiai szinten próbál segítségünkre jönni, már a konfliktus aktív szakaszban, a megoldási szakaszban pedig helyreállítja mindazt, amit a túlélés érdekében ő addig megtett. És ezt viszont már betegségeknek fogjuk nevezni. Na most a megbetegedéseknek ezek szerint értelme van, és az értelme az abban állna, hogy rájöjjünk arra, hogy melyek azok a lelki megrázkódtatások, amelyek még mindig problémát okoznak számunkra, és amelyeket végre rendbe kéne tennünk ahhoz, hogy egészségesen éljünk. Mint mondtam, a legfontosabb felismerni és lezárni a konfliktusainkat még aznap, mert minél többet benne leszünk, annál zűrösebb lesz a megoldási szakasz. Tehát a germán gyógytudomány felismerésével, megértésével rájövünk arra, hogy az anyatermészet mindig jót akar nekünk, és ha képesek vagyunk megnyugodni, amikor úgymond betegek vagyunk, hogy már éppen gyógyulunk, akkor a gyógyulási folyamat nem fog elakadni. Nem lesz belőle krónikus betegség, nem lesz ördögi kör belőle. Viszont, hogyha nem ismerjük, hogy hogyan működünk, és pánikba kapcsolunk át, akkor a biológiánkat teljesen lemerítjük, és amit az Hammer doktor is megmondta, nem a daganatba hal bele a beteg, hanem a pánikba, a félelmeibe. Hogy rögtön az alapoknál kezdjük, Hammer doktor csinált egy fantasztikus rajzot, amit itt bemutatok, mégpedig a kétrétegű nyálkahártya kialakulásáról. Pontosan ez a kép magyarázza meg, hogy miért találunk a tápcsatorna felső és alsó szakaszában kétrétegű nyálkahártyát. Bal oldalon látjuk a tengeri anemónát, tengeri rózsának nevezhetjük magyarul, azt az állatkát, amelynek ez itt középen, ahova mutatok, ez a szájnyílása. Csak hogy ezen a szájnyíláson bemegy a falat, és ugyanazen a nyíláson fog az ellenkező oldalon, tehát bal oldalt kijutni a széklet. Ugyanazon a nyíláson jut be a táplálék, amely nyíláson kijut a széklet is. Itt az ősszájban már látható a sárga szín mellett a piros szín is, és látható, hogy a tápcsatorna végén, illetve kezdeti szakaszán a piros szín belülről jelen van. Tehát ektodermából származó nyálkahártya itt már van. A gyűrű szakadás az itt a szaggatott vonalnál történik meg, a pajzsmirigy magasságában, és ebből következik aztán, hogy a végbélbe
bekúszik a külső labhám, és ez itt úgy fog működni a végbélben, mint a bőr felszínén a labhám, vagyis konfliktusaktív szakaszban érzéketlen lesz, de megoldásban fájdalmas az aranyér. Erről is volt egy külön előadás. Ugyanígy a szájüregben is van dupla nyálkahártya, piros és sárga színnel jelzett nyálkahártya is. Ez adja, hogy mind a gombás fertőzések, mind pedig a fekélyes afták is megtalálhatók a szájüregben, de ez a pirossal jelzett nyálkahártya a nyelőcső felső szakaszán, a gyomor kis görbületén, a patkóbél kezdeti részén, és a kivezető csövek nyálkahártyájában is jelen van. Tehát konfliktus aktív szakaszban sorvadni fognak, és hát, hogy mikor fáj és mikor nem fáj, ezt a továbbiakban részletezem. Ez egy nagyon lényeges rajz a megértéshez, hogy tudjuk, hogy adott esetben a végbélben vagy a szájüregben miért azok a tünetek vannak, amelyek vannak. A szájüreg, a fog, a nyelv patológiáját nem hoznám ide be, mert azokban a krónikus folyamatok, azok, hát hogy mondjam, ritkábbak, viszont a nyelőcső nyálkahártyája az egy nagyon érdekes történet. Az alsó egyharmadában találjuk azt a nyálkahártyát, ami endodermális, vagyis konfliktus aktív szakaszban szaporodik, megoldásban pedig lebomlik. Miről szól itt a történet? A lényeg az, hogy a konfliktus aktív szakaszban a konfliktus aktív szakaszt addig fogjuk megélni, ameddig nagyon szeretnénk visszakapni valamit, ami a miénk. Tehát falatot, mert átvitt értelemben minden falat, amire úgymond szükségünk van, kölcsönadott pénzre gondoljunk például, és ha én ezt szeretném már visszakapni, akkor a nyelőcsőm alsó harmadába fogom felszaporítani a nyálkahártyát, és a megoldási szakasz az természetesen, hogy mindenféle kellemetlenséggel fog járni. Itt fognak jelentkezni a gyulladásos tünetek, és a epileptoid krízisben az izomgörcsel együtt hát nehézkes lesz a táplálék lejutása, majd folytatódik a nyelőcső nyálkahártyájának a hegesedése. Ez alatt az idő alatt mindvégig nagyon, de nagyon fáradtak vagyunk. Nagyon levertek vagyunk, nagyon fáradtak vagyunk, és nagyon kellemetlenül érezzük magunkat, éjszakai izzadással jár az egész történet. A falatnak a visszaszerzése tehát ezt a nyelőcső nyálkahártya szaporulatot okozza, még egyszer mondom, konfliktus aktív szakaszban a nyálkahártya alsó egyharmadában. Azt se felejtsük el, hogy az úgynevezett szájszag, az mindig falat konfliktushoz kötött. Nincsen szájszag megoldatlan falat konfliktus nélkül, hiszen a felesleges sejtek lebontása, akár a szájban, akár a nyelőcsőben, ez, hát hogy is mondjam, kellemetlen illatokat fog árasztani. Abban az esetben viszont, ha azt éljük meg, hogy azt a bizonyos falatot nem szeretnénk lenyelni. Nem akarjuk lenyelni a zöld békát, hogy így mondjam. Van egy dolog, amit nem szeretnénk megcsinálni, de meg kell tegyem, mert eladtam a lelkemet a főnöknek, vagy a valakinek, és most muszáj valamit megtennem, amit eddig nem szerettem volna. Az a lényege ennek a történetnek, hogy konfliktus aktív szakaszban tágítani fogjuk a nyálkahártyát a felső kétharmadban, és ez pedig fájdalommal jár már konfliktus aktív szakaszban, mert ősszáj nyálkahártya séma szerint működik, amint itt látjuk Hámer doktornak a tudományos táblázatából. És a megoldási szakaszban eltűnik a fájdalom, de az epileptoid krízisben fokozottan jelentkezik vérzéssel, és hát úgynevezett nyelőcső szűkülettel. Ez egy funkcionális szűkület, mert az izomgörcs hozza létre
a nyelőcső felső kétharmadában. Utána ez az egész lezajlik és elmúlik. Mindkét esetben nagyon, de nagyon lényeges a magányosság, a létezés konfliktusa, mert ez tízszeresére emeli a tüneteket, és még jobban fokozza a vérzést. Az úgynevezett oesophagus varix, amit Hammer doktor is megemlít a nyelőcső alsó harmadában, de azért hoztam ide vissza, csupán arról szól, hogy az hegesedési fázisban létrejött szövetek, azok, amelyek itt kimutathatók lesznek, de pont a magányosság és létezés konfliktusa az, ami ezt az egész hát vérzést létrehozza. Tehát nagyon fontos lenne, ha a beteg tudná, hogy miről szól az ő története, és nyilván, hogyha a fokozott éjszakai izzadást éli meg a beteg, és levert és gyenge, akkor nem az kéne legyen a legfontosabb gondolat, hogy ja Istenem, mi lesz velem, létezés konfliktus, hanem ha tudja, hogy mi történik a szervezetében, akkor azt is tudja, hogy itt a megoldás már küszöbön áll. A gyomorról összefoglaló képet mutatom itt, és ugye még itt látható a nyelőcsőnek is a felső kétharmada, ami piros színnel van bejelölve, mert ektodermális, kültakaróból származó nyálkahártya borítja. És mint mondtam, ez a piros színnel jelzett nyálkahártya levándorol a kisgörbületbe is, sőt, még a patkóbél kezdeti szakaszán is megtaláljuk. Nyilván ez konfliktus aktív szakaszban mindig sorvadni fog, mert ez így van bekódolva. Ez magyarázza a patkóbélfekét és a gyomor kisgörbületén levő gyomorfekét, ami mindig akkor jön elő, hogyha nagyon tudunk bosszankodni egy megemészhetetlen konfliktuson. Amikor hirtelen jön ez a bosszúság, de nagyon hirtelen és nagyon erősen, akár perforálhat, kiukadhat ez a nyálkahártya, és nagyon komoly vérzést okozva lehet, hogy csak azt veszik észre, hogy a betegnek eltűnt a vére, a vérnyomás, a sápad. Tehát ezeknek megvannak a belső vérzésnek a maga tünetei, ezt orvosnak ismernie kell, és nyilván, hogyha idejében ellátás történik, akkor a beteg megmenekül. Láttam ilyen lyukas gyomrot, mintha lyukasztóval ütötték volna át, de hát ez egy nagyon durva és nagyon intenzív bosszankodásnak a története. A gyomor ugye a gyomorsavat termeli, és pontosan azért, hogy megemészszük mindazt, ami a gyomrunkba kerül. Tehát ha lesz egy megemészhetetlen konfliktusunk, az gyomorsav túltengést fog okozni konfliktus aktív szakaszban. Erre rengeteg gyógyszert kitaláltak már, és a legújabb kutatások kimutatták, hogy ezeknek a gyógyszereknek a hosszú távú fogyasztása azért nem veszély nélküli történet. Ezzel kapcsolatos dolgokat az orvostudomány cikkeiben olvashatok. Egy pillanat türelem. Jó. A megemészthetetlen dolgok tehát gyomorsav túltengést fognak okozni. Ha bosszankodok, akkor már jön a gyomor kisgörbületének a fekéje is, ami konfliktus aktív szakaszban fájdalmas. És nem a sav miatt fáj a gyomra valakinek, hanem a bosszankodás miatt. És amikor már az egészből elege van és szeretne megszabadulni az egésztől, akkor jön a reflux, vagyis az a működés, hogy a gyomornak a perisztaltikus hullámai visszafele fognak megtörténni, és hát ugye a gyomorbennék a nyelőcsőbe jut föl, és jó esetben ki is hányok mindazt, ami bennünk van. Tehát ha valakinek ezek a tünetei egybe vannak, akkor jó lenne, ha elgondolkodnak, hogy mi az, amin rágódik, mi az, amin bosszankodik, ideje lenne az ügyet lezárni, mert mindig elmondom, hogy bosszankodással és aggódással soha, de soha semmit nem oldunk meg.
Itt összefoglaltam a rágódás, a bosszankodás, meg nem emésztett bosszúság következményeit, és alulról fölfele nézve ezt a táblázatot, láthatjuk, hogy a patkóbél fekéről, a gyomor fekéről, gyomorsav túltengésről és a refluxról beszéltem az imént. De vannak még olyan történetek, olyan konstellációk, tehát aki már járt tanfolyamon, azt tudja, hogy ez az együttállás, ez nem a csillagok együttállásáról, hanem az agykéregben levő hámeri gócoknak az együttállásáról szól, amelyek különböző viselkedési zavarokat fognak okozni. Ezekről beszélek a következőkben, a bulimiáról, anorexiáról, agresszív és autisztikus konstellációról. A bulimia az akkor alakul ki, látjuk, itt van az agykérgi relékből a gyomor, a patkóbél, hasnyálmirigy és epe kivezető csöveknek a közös reléje, jobboldali férfias birtokzónában. Tehát ez a relé mindig érintve lesz a következő képeken, itt mindig találunk valamit, vagyis bosszankodunk. A két relé, ami részt vesz a konstellált állapot kialakulásában, az a gyomor relé és a félelem-undor konfliktus következményében a vércukorszint csökkenésének a kialakulása. Ez a relé, a félelem-undor konfliktus reléje, tehát ami a hasnyálmirigy alfa sejtjeire hatva fogja a vércukorszintet csökkenteni, akkor lesz aktiválva, ha egy balkezes férfi ellenszegülést él meg, vagy egy jobbkezes nő félelem-undor konfliktust él meg. A következő konstelláció állapot az az agresszív konstelláció. Itt is látjuk a gyomor relei érintettségét, és vele szemben az identitás konfliktusnak a relejét. Itt most két konfliktusról van tehát szó. Az egyik az, hogy bosszankodik, nem tud megemészteni valamit az illető, a másik pedig az identitás konfliktus, vagyis amikor nem tudja eldönteni az illető, hogy kire hallgasson, kinek a véleményére hallgasson, mit döntsön, mit válasszon, ez a bizonytalanság érzése arra készíteti a biológiákat, hogy jelöljük ki a területünk közepét, és azt pedig székrettel jelöljük ki, és ezért fog a végbél laphámnyálkahártyája sorvadni konfliktus aktív szakaszba. Tehát ez az identitás konfliktus és a bosszankodás együtt hozza létre az agresszív konstellációt, mindig akkor, amikor az identitás konfliktus kerül sínre, mert akkor a bal oldal, a női oldal lezár, és az agresszív, a férfias megnyilvánulás kerül előtérbe. Természetesen itt jobbkezes férfi és balkezes nőnél a konfliktus ugyanaz lesz, a konfliktusok becsapódási sorrendje lesz az, ami különbözik. Hát azt kell érteni az alatt, hogy akkor lesz mondjuk egy balkezes nő agresszív konstellációba, ha van egy identitás konfliktusa, illetve egy birtokbosszankodása? Igen, mind a balkezes nőnél, mind a jobbkezes nőnél, mind a balkezes férfinál, mind a jobbkezes férfinál ez a két konfliktus jelen kell legyen. Azt viszont tudjuk, hogy a jobbkezes férfinál a konfliktus, a bosszankodás az a jobb oldalra fog becsapódni. De ha ez az első konfliktus? Hát igen, ha elsőről. Itt azért bonyolult a dolog, mert nem egy vagy két konfliktusnak a lenyomata van az agyi térképünkön, hanem számtalan konfliktusnak, és amikor konstellált állapotról beszélünk, akkor a becsapódási sorrend is attól változik, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes. És kérdés, hogy hányadik konfliktusról van szó. Tehát a lényeg a következő. A jobbkezes férfinek a birtokbosszankodási konfliktusa ide fog becsapódni. De ha balkezes férfinek van birtokbosszankodási konfliktusa, annak a túloldalra fog ez becsapódni, és természetes, mivel a végbél relébe csapódik nála, a
birtokbosszankodás aranyeres tüneteket fog okozni. De ha megérte az identitás konfliktust és a balkezes férfi, akkor neki ebbe a jobboldali reléjébe fog becsapódnia. És akkor már mind a két hely egyértelműen érintett lesz. Ugyanez a jobb és balkezes nőknél is így van. Tehát a relék ugyanazok lesznek, csak éppenséggel a kérdés az, hogy mikor melyik konfliktus kerül sínre. Nyilván, ha balkezes férfiről van szó, akkor nála a birtok bosszankodás konfliktusa kell sínre kerüljön, ami viszont bal oldalra csapódott be, és ezért lesz agresszív. A lényeg az, hogy ha felismerjük az agresszív konstellációt, akkor tudjuk, hogy erről a két dologról van szó, és ha már az egyiket ebből megoldottuk, akkor gyakorlatilag ez a konstellált állapot megszűnik. Most jut eszembe, hogy miért válik agresszívé valaki, aki mondjuk egy kicsit több alkoholt fogyasztott. Van egy folyamatos birtok bosszankodása, mert ugye nem dicsérik meg a részeg embert otthon, hogy milyen jó, hogy ma is milyen részegen jöttél haza. Ez az ő birtokán történő bosszankodás, az állandó megjegyzések bosszantják, és aztán elég egy az identitását megsértő megjegyzés. Mondat, megjegyzés, és ugye ilyen helyzetben azért milyen könnyen kiszalad a szánkon egy-egy csúnya jelző a részeg ember állapotára, főleg ha ez már húzamosabb ideje fennáll, és mondjuk rendszer csinált belőle, akkor ez egy identitás konfliktus, és kész az agresszív konstelláció. És kész az agresszív konstelláció. Igen, ez nagyon jó, ez a gyakorlati megvilágítás. Az autisztikus konstellációban is itt van a gyomor, patkó, bél, epe, hasnyálmirigy kivezető cső közös reléje, és látjuk, hogy egy rémület-félelem konfliktus van a túloldalon. Ebből lesz az autisztikus konstelláció, és attól függően, hogy melyik oldal kerül sínre, vagy mániás, vagy depresszív lesz a viselkedés. Hogyha a rémület-félelem kerül sínre, akkor látható, hogy a bal oldal, vagyis a női oldal lezár, nyitva marad a férfi oldal, és természetesen ilyenkor lesz a viselkedése az autisztikusnak, hát ez a munkamániás. Ez egy tökéletes biorobot, mert ez 16 órát úgy képes dolgozni, mint egy robot, teljesen pontosan, precízen mindent rá lehet bízni. Viszont, hogyha depresszív állapotba kerül, akkor magába fordul, befelé tekint, és mondjuk piszkálgat egy tárgyat, vagy veri a fejét a falhoz, vagy egy bizonyos mozdulatsort végez, és egyszerűen nem hajlandó kapcsolatot teremteni a külvilággal. A gyerekek autisztikus konstellációja nagyon könnyen kialakul, ha mondjuk egy agresszív viselkedést tapasztal meg a rendelőbe. Lefogják egy oltás beadásánál, és egyszerre megéli a rémület félelmet, hogy ja Istenem, mi lesz vele, és bosszankodik azon, hogy az anyja ezt mind megengedte. És már ki is alakult a konstellált állapot. Aztán, ha próbálunk egy kicsit az emberek, a felnőtt emberek világába is belekukkantani egy picit germán gyógytudományos szemmel, akkor mennyi helyen lehet ilyen konfliktusokat megélni? Vegyünk csak olyan esetet, amelyben a konfliktusok szintere egy jobbkezes embernél van. Ugye oda kell a rémület-félelem konfliktus, illetve birtok-bosszankodás konfliktusa. Rengeteg olyan helyzetről tudunk és ismerünk, amikben munkahelyek szűnnek meg, alakulnak újjá, és ezáltal rengeteg ember más munkát végezni kényszerül. Azért birtok-bosszankodás konfliktus lehet az is, hogyha egy ifjú titán a munkahelyemen megjelenik, és azonnal próbál újításokat alkalmazni. Ebben én bosszankodhatom, hogy eddig ezt nem csináltam, mert erre a főnököm most az új embert részesíti előnyben, ezért ez bosszankodhat, ez az én munkahelyem. És megijedhetek attól egy adott esetben, hogyha kilátásba helyezik azt, hogy már bizony az én feladatkörömet, munkakörömet, pozíciómat fogja ez az ifjú titán ezentúl végezni, és én valami más
jellegű munkát. Azt hiszem, hogy ez egy rémületfélelem konfliktusnak bőven elég. Igen, de lehet ezt tovább fokozni, mert a következő kép az anorexia, étvágytalanság konstelláció pont arra mutat rá, hogy a megemészhetetlen bosszúság mellett gyakorlatilag bármi előfordulhat még. És ebből már rögtön látszik, hogy nem olyan egyszerű ez az egész történet. A lelkünk sokkal, de sokkal árnyaltabban reagál dolgokra, mint azt gondolnánk. Mert ugye kérdés, hogy melyik relé lesz érintve a bal oldalt a női oldalon, ez fogja eldönteni gyakorlatilag, hogy ennek az étvágytalanságnak milyen, hát mondjam azt, hogy milyen viselkedés lesz a kísérője. Mert nyilvánvaló, hogy az étvágytalanság konstellációt, hogyha a rémületfélelem és a gyomor elé adja, akkor az autisztikus viselkedés az étvágytalanság mellett teljes mértékben ott lesz. De ha az identitás konfliktus lesz érintve, akkor ez az étvágytalan gyerek vagy felnőtt olykor-olykor agresszív is lehet. És itt nagyon lényeges lenne megszüntetni a bosszankodást, mert ha ezt megszüntetjük, gyakorlatilag ez a konstellált állapot is megszűnik. A májgyulladásokról röviden egy összefoglalót szeretnék. Ugye tudjuk, hogy a máj az a nagy laboratórium, ami a bejövő, a felszívott élelmiszert, hát ugye számunkra felhasználhatóvá, hasznossá fogja tenni. Most itt vannak olyan dolgok, amik nem DHS-t jelentenek. Nem DHS például a hepatitis A, mert ez annyit jelentett, hogy fertőző ételt fogyasztottam. Az sem DHS, ha valaki mérgezés miatt lesz érintett, hiszen a mérgezések, a hiánybetegségek, a balesetek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, tehát gyógyszerek, paracetamol és egyebek mind okozhatnak ebből a megfontolásból is májgyulladást. De mint mondtam, a hiánybetegségeket mi magunk is elő tudjuk állítani, hogyha nem táplálkozunk rendesen. Ugye alkoholista ember az iszik és nem táplálkozik, tehát ilyenkor a mája az éhenhalási programot fogja elindítani, és elindítja a szövet szaporulatát. Ugyanakkor, ha valaki elképesztő diétát ír elő magának, mert már nem tudja, hogy mit egyen, meg mit nem egyen a panaszai miatt, ezt a mája szintén éhenhalásként fogja megélni. De valami kiterjedt műtét történt a tápcsatornába, a belek szintjén, akkor kevés lesz a felszívódó táplálék, ez következményként megint csak a májra éhenhalásként fog hatni. Na most az éhenhalási konfliktus érdekes módon mindig a gazdag embereket érinti, mert ők azok, akik gyűjtögetnek, s ha valami az összegyűjtött vagyonból hiányzik, egy kevéske, már rögtön attól tartanak, hogy ja Istenem, mi lesz velem. Ha ez a program egyszer futott le és megoldja az illető, akkor heveny májgyulladás lesz a következménye. A cirrózis az mindig a függő gyógyulás következménye, mert konfliktusaki szakaszban építek, megoldásban bontok, de a függő gyógyulásnál fennmaradó gyulladásos folyamat miatt egyre több sejtet bontok le, és kialakul a máj zsugor. Aztán van a policiklikus lefolyás, az idült májgyulladás heveny fellángolásokkal. Az EPEUT program az nem az éhenhalásról, hanem miről szól? Megint csak a bosszankodásról szól. Ez a DHS, még mindig megemészthetetlen bosszúságról van szó, és hát azért itt a bosszankodást is sokféleképpen meg tudjuk élni. Megemészthetetlennek, vagy éppenséggel a bosszankodás mellé egy abszolút megoldhatatlan bosszúságként is megélhetjük azt, ami történik, valakinek az idegesítését, és ez viszont már az epe kivezető csatornákra fog hatni, ahogy itt látjuk Hámer doktornak a rajzán.
a piros színnel jelölve. Ugye vannak májon belüli és májon kívüli epe utak. Ezt olyan laphán borítja, ami a konfliktus aktív szakaszban elkezd sorvadni, de ezek a laphámok nem túl érzékenyek, és ez a konfliktus aktív szakasz nem jár kifejezett fájdalommal, mondjuk, mint a nyelőcső vagy a gyomor kisgörbülete esetében. A bosszankodást ezért nagyon sokáig tudjuk művelni, és aztán, mikor jön a megoldás, a gyulladásos tünetek megjelennek, és ugye, mint mondtam, a hepatitis vírusoknak itt lenne szerepük abban, hogy segítsenek visszaépíteni mindazt, amit addig lesorvasztottunk. A megoldási szakasz pedig arról szól, hogy az epileptoid krízisben összehúzódnak az epeutak, és hát vagy besárgulunk, vagy nem. Ezt attól függ, hogy hány epeuti csatorna húzódott, érintett. Ha kevés epeuti csatorna záródik el, akkor anikteruszos, vagyis sárgaság nélküli lesz a májgyulladásunk, ebben az esetben ugye az epeutak érintettsége. Ha a policiklikus a lefolyás, ahogy itt látjuk a képen, akkor krónikus fellángolás, krónikus hepatitis lesz akut fellángolásokkal. Hol előjönnek a tünetek, hol elmúlnak, és itt a laborértékek mindig igazítani, mozgatni fogják a dolgokat, mindig elárulják, hogy éppen mi történik, illetve ha függő gyógyulásban marad a bosszankodásunk, akkor ez az epeutak elzáródásához fog vezetni, és kialakul a sárgaság. Mindezt, ha még magányosan is éljük meg, akkor természetesen a tünetek fokozódnak, az epepangás pedig az epekő kialakulását fogja számunkra megengedni. Az epileptoid krízisnek a lényege az, hogy előtte az addig emelkedett máj enzimek csökkenni fognak. Tehát még egyszer visszalapozva, a megoldási szakasznak az első részében, itt az első részben, a májenzimek emelkednek. És mikor az epileptoid krízishez érkezünk, akkor lesz az, hogy csökkennek ezek a májenzimek. Az epileptoid krízis abszanszról, emlékezett kiesésről, illetve eszméletvesztésről szól, amit ugye máj kómának neveznek, laphámnyálkahártyáról van szó, és ez a máj kóma azért is veszélyes, mert zuhan a vércukorszint, mivel a hasnyálmirigy alfa sejtjei is érintettek lesznek. Ezt részletesen leírja Hammer doktor a tudományos táblázatban, laikus szinten ennyit elegendő erről tudni. A hasnyálmirigynek a taglalása arról szólna, hogy ez egy olyan mirigy, ami egyszerre belső elválasztású és külső elválasztású mirigy. A belső elválasztású feladatairól, az inzulin és glukagon termelésről itt nem beszélünk, hiszen ezek a vércukorszintnek a szabályozásában vesznek részt, a diabétesznél ezt részleteztem. Viszont a külső elválasztású exokrin emésztő enzimei azok, amelyek segítenek számunkra a megemésztett táplálékot tovább bontani, tehát a patkóbélbe eljutott táplálékot tovább bontani, és láthatjuk, hogy mindenre van bontó enzime, a zsírokra, a fehérjékre, illetve a keményítőre is van, a cukorra is van bontó enzime. Van gátló hormonja is, a pancreas polipeptid, és vannak olyan sejtjei természetesen, amik biztosítják azt a mennyiségű bikarbonát előállítását, ami semlegesíti a gyomor savval átitatott tápláléknak a savasságát, és nem csak semlegesíti, hanem lúgossá is fogja tenni. Egyedüli savas hely a szervezetünkben az a gyomornak a területe. A hasnyálmirigy képét láthatjuk itt bal oldalt lent, tehát van egy mirigyállomány, ami termeli az enzimeket, és van egy kivezető cső, amin kifolynak az enzimek a patkóbélbe.
Nyilvánvaló, hogy a konfliktus aktív szakasz, amikor harcolunk a falatért, ugye az mindig arról szól, hogy felszaporítjuk az adott sejteket, amelyek termelik az emésztőenzimeket, és kitágítjuk azokat a csöveket, amelyen ez a nagy mennyiségű emésztőenzim ki kellene, hogy folyjon. Ezeknek a csöveknek a tágítása pont arról szól, hogy a nagyobbodott felületből származó folyadék nagyobb felületen, nagyobb nyomással, nagyobb tudjon Átmérőn, haladni. nyilván a nagyobb átmérőn több folyadék folyik ki, mint szűkebb átmérőn, és ez a konfliktus aktív szakaszban a csöveknek a sorvadását fogja okozni, ez sem okoz különösebb fájdalmat, viszont a megoldásban a hasnyálmirigy igencsak komoly fájdalmat okoz. Mert ugye mind a csövek érintettek, mind pedig a hasnyálmirigynek a szöveti szerkezete is érintett. És ez viszont itt le fog bomlani a megoldásban. Tehát a feleslegessé vált termelősejtek lebomlanak, a kitágított csövek meg visszaszűkülnek. Az epileptoid krízisben el is záródhat a hasnyálmirigy bennéknek a kifolyása, itt egy másik rajzon láthatjuk, hiszen az az úgynevezett Oddi féle záróizom az epileptoid krízisben begörcsöl, és akkor már nem csak a hasnyálmirigy, akkor az epe váladék se fog kijutni a bélrendszerbe, megint besárgulással fogunk erre reagálni. Megtörténik a felesleges sejteknek a lebontása gyulladásos folyamatok következtében, akkor úgynevezett lyukak, kavernák jelennek meg a hasnyálmirigynek a területén, épp úgy, mintha a tüdő kavernákról beszélnénk, viszont ha nem tud lebomlani, mert nincs megfelelő baktériumállomány a szervezetünkben, és nem tud lebomlani a felesleges sejtállomány, akkor viszont ez betokozódik. Ezeket nem kell piszkálni, nem kell megoperálni, főleg, hogyha egy véletlen egyéb célból készült felvételen veszik észre, hogy húha, a hasnyálmirigy teli van daganatokkal. Azok letokozódott dolgok, és gyakorlatilag, ha nem okozott panaszt, akkor nem kell velük foglalkozni. Nagyon lényeges dolog, hogy tudjuk, hogy mikor, mivel és hogyan kell foglalkozni az emberi szervezetben, hogy támogassuk a biológiának a gyógyulási szakaszát, vagy ha valami lezárult, akkor azt ne bolygassuk. A bélrendszernek a Hammeri ábrázolását látjuk itt, és a patkóbél után tudjuk, hogy következik a vékonybél, majd ebben a pontban ugye megtörténik a vékonybél és a vastagbél találkozása, alatta a vakbél a féregnyúlványa, a felszálló remese, a haránt remese, és jobb oldal pedig a leszálló remese, majd a szigma bél és a végbél következik, és a végbélnek az ektodermális nyálkahártyáját jelzi ez a piros szín. A vékony bélben, ami ugye 7 méter, megtörténik az emésztés 100%-ban, mert most már, ami a vékony bélbe jutott, az itt termelt enzimek hatására teljesen le fog bomlani, és utána jön a felszívódás. Tehát a vékonybél első szakaszában, az éjbélben még dolgoznak ezek az enzimek, lipáz, erepszín, nukleáz, maltáz, majd a csípőbélben történik meg a felszívódás. És nyilvánvaló, hogy a konfliktus aktív szakaszban itt is sejtszaporulatot fogunk tapasztalni, de az éjbélben karfiolszerű adenokarcinomát, a csípőbőben pedig laposan növekvő, reszorpciós, felszívódással foglalkozó adenokarcinomát, majd ezt fogjuk lebontani nyilván a megoldási szakaszban, mindjárt taglalom. A vastagbél az már csak azzal foglalkozik, hogy a maradékot kijuttassa a szervezetünkből, itt a K és B vitaminnak a termelése folyik, de a vastagbél nyálkahártyája arra hivatott, hogy kellő mennyiségű nyákkal segítse a széklet kicsúszását a végbélen keresztül. A
Az a program, ami arról szól, mondjam úgy, hogy nekem kevesebb jut, az mindig a vékony belet fogja érinteni. Érdekes megfogalmazás a német nyelvből fordítva, hogy leették a vajat a kenyeremről. Ezt magyarul a magyar ember hogyan fordítja le? Hát vagy úgy, hogy átvertek, vagy úgy, hogy a dolognak a javát azt valaki más elvitte. Tehát ilyen bosszankodásaink akkor lesznek, mondjuk, ha az a konfliktusunk, hogy felépítek egy vállalkozást, és az általam kitanított hát emberek átmennek a konkurenciához dolgozni. Ezt írja le Hámer doktor ebben a részben. De párkapcsolati konfliktusokból is kialakulhat ilyen Crohn-betegségnek nevezett elakadt program, amikor azt éli meg az illető, hogy nekem a páromból kevesebb jut, mint az anyósomnak, mert a férjem mindig hozzám megy el először, és aztán jön haza, vagy éppenséggel egy, mondjam azt, hogy illegális kapcsolatból azt éli meg az egyik fél, hogy nekem ebből az emberből kevesebb jut, mint a családjának. Teljesen mindegy, hogy férfiról vagy nőről beszélünk. Ugyanezt fogja megélni az is, aki azt látja, hogy a konkurens cég vele szemben nyitott egy üzletet, és lehet ez fodrász, műkörmös, vagy bármilyen szolgáltatást végző vállalkozó. A lényeg az, hogy azt látja, hogy kevesebb a bevétele, és ezen bosszankodik, és a konfliktus aktív szakasz, tehát a laposan növekvő adenokarcinoma kialakulásához vezet, nem mukosztünetet, de mikor hazamegy és elkezd mással foglalkozni, akkor természetesen jelentkeznek a gyulladásos tünetek, mert a felesleges dolgot lebontjuk. Miért? Mert a konfliktus megoldása nem tudatos volt. Nem oldottuk fel a programot rögtön az első konfliktus láttán, nem tudatosította magamba, hogy én vagyok a legjobb műkörmös a világon, és teljesen mindegy, hogy hányan nyitnak velem szemben konkurenciát, aki engem választ, az úgyis hozzám fog jönni. Tehát itt ilyen dolgokról volna szó valójában, és ugyanígy bármilyen más történet is, mert ugye az egyetlen valóság az én megélésem. A lényeg az, hogy ha ezt a programot lezárjuk, akkor nem alakul ki a krónikus folyamat, ami ugye krónbetegséghez vezet, és epileptoid krízisben mindenféle görcsös állapotokhoz. A krónbetegség ugye az ileumot, az a csípőbelet érinti, ezért ileitis terminalis a latin megnevezése, tehát elszórt nyálkahártya fekélyeket fog okozni a vékony bélnek a végében. Miért? Mert a reszorpciós sejtek foltokban szaporodnak föl, tehát ezeket foltokban fogjuk lebontani, és természetes az is, hogy a fekélyes területek között egészséges részek is lesznek. De szabad az embernek tovább gondolni a dolgot, hogy nekem kevesebb jut, és ettől szarul is érzem magam, akkor ez a történet már nem a vékony bélben áll meg, hanem tovább megy a vastag bél felé is. Ezek a fekélyek, ezek ugye mélyülnek, majd növekednek, mélyülnek, növekednek, és állandó gyulladást tartanak fent. Természetesen az epileptoid krízisben mindig jelentkeznek a hasi fájdalmak és a görcsök, és meggyógyulhat, ha lezárul az ügy. Természetes, hogy a hegesedés nyoma ott lesz a bélfalon, de találkoztam olyan esettel is, amikor ez nem jutott el a megoldáshoz, hanem perforálódott a bél, ekkor alakult ki egy olyan fisztula, egy olyan sipoly, ami a hólyagba fúrt be, és csak az volt az illetőnek a panasza, hogy ő azt látja, hogy amikor vizel,
akkor a vizeletével együtt táplálék is ürül. Mondtam neki, gyorsan menjen be a sebészetre, mert nem oldotta föl a konfliktusát, csak agyalt rajta, de érzelmileg nem oldotta fel, és ezt már csak műtétileg lehet megoldani. Természetesen a bélelzáródás kialakulása sem kizárt. De az állandó hasi fájdalmak, a görcsök, ezek tarkítják az életünket. A colitis ulceróza, a colon az vastagbélet jelent, tehát a vastagbél fekélyes gyulladásáról van szó, és más-más százalékban érintett a vastagbél egyes része, de mint mondtam, itt olyan sejteket találunk, amelyek nyákot termelnek, mert szeretnénk megszabadulni a kakitól, illetve a virtuális kakitól, mert ha én szarul érzem magam, a biológiám ez úgy fog reagálni, hogy felszaporítja a szekréciós sejteket. És amikor ezeket lebontom, nyilván, hogy gyulladásos tünetek fognak megjelenni, minden felesleges sejt lebontás gyulladással jár, viszont itt nem foltokban, hanem kiterjedt, összefüggő területen jelenik meg a gyulladás, és lesz mellette nyilvánvaló láz és hasmenés, véres széklet, hasi fájdalom, és ezek azok a tünetek, amelyek a colitis ulceróza tünetei. Csak a mai medicina már mindent mindennel összevar, és colitis ulcerózában beszélnek májtünetről, szemtünetről, bőrtünetről, ízületi tünetről, mert természetesen, hogy akinek van egy colitis ulcerózája, élhet meg önleértékeléseket, ez ízületi tünetet fog okozni, élhet meg elválasztási konfliktust is ezzel együtt, ez bőrtünetet fog okozni, élhet meg szemtünetet vizuális elválasztási konfliktus miatt, és nyilván, ha éhenhalástól fél, akkor májtünetei is lesznek. A leggyakrabban érintett része a vastagbélnek az a szigma. A szigmának az érintettsége az konfliktusaktív szakaszban természetesen, hogy itt is sejtszaporulatot okoz, megoldásban lebontjuk, és ha azért rövid ideig tartott ez a konfliktus aktív szakasz, akkor a megoldási szakaszban egy kis vérzéssel, epileptoid krízisben egy kis görccsel, a felesleges sejtek lebontásával ez az egész magától meggyógyulhat. De ha valakinek már 4-5 éve tartó, szarul érzem magam programja van, természetes, hogy nagyon súlyos tüneteket tud ez kialakítani, ami többszöri vérzést is fog okozni az epileptoid krízisben. Hát mert doktor úgy fogalmaz, hogy egy ocsmány ügyel kapcsolatos történet, ami nagyon aljas, nagyon alávaló szaros konfliktus, tehát még ennek van egy ilyen ocsmány jellege, egy alávaló aljas tartalma is, tehát lám, hogy a szar érzést milyen árnyaltan tudjuk megélni. Sőt, van tovább, mert a legszorosabb ügy az viszont a végbelet fogja érinteni, és ott viszont ugye a endodermális nyálkahártya túlszaporodásához fog vezetni, és a lebontása gennyes, véres váladékozással történik meg, és gyakran ezt félrediagnosztizálják aranyérnek. Nem, kérem szépen, az aranyér az nem gennyes, az aranyér csak tisztán véres. De hát itt most a szoros ügyekről beszéltem. Na most, mi történik akkor, ha nem oldunk meg egy konfliktust? A bélsejteknek a túlszaporodása elzáródáshoz vezethet. Ez nagyon ritkán fordul elő, ahhoz tényleg nagyon sokáig kell folyamatos konfliktus aktív szakaszban üldögélnünk. A végbél szintjén viszont ugye vagy tumor lesz, vagy fekély lesz, annak függvényében, hogy szarügyről van szó, vagy identitás konfliktusról van szó. Vagy hogy tovább fokozzam, balkezes férfinál egy meg nem emésztett bosszúságról van szó. Tehát lehet ezt bonyolítani, hogyha minden részletre kiterjedően akarom előadni a germán gyógytudományt. A policiklikus lefolyás ábráját látjuk, és természetes az ábrát azért mutatom, hogy mindenkinek érthető legyen, hogy miért van az, hogy néha eltűnnek a tünetei, aztán újra jelentkeznek. Aztán megint eltűnnek, és újra jelentkeznek. Azért, mert
nincs megoldva érzelmileg maga a konfliktus. És a Crohn és a colitis ulcerosa is erről szól. De amikor lezárul a program, tehát itt eljutunk a program végére, akkor alakulnak ki a bélpolipok, ha nem tudjuk lebontani a felesleges sejteket, vagy a divertikulózis, hogyha sokáig játszottuk ezt a történetet ebben a függő gyógyulásban. Mert ugye a függő gyógyulásban építek, bontok, többet bontok, mint építek, kialakul a nyálkahártya elvékonyodása, és ez fogja a divertikulózist, a divertikulitiszt létrehozni, vagyis egy kesztyűszerű kiboltosulás, tehát az üregből kifelé történő elvékonyodás és kiboltosulás, és az aktív szakasz, ugye ez tarthat hosszú ideig, akár krónbetegség, akár colitis ulcerózának, és már a bevezetőben említettem, hogy a két dolog egymással kombinálódhat. Tehát egy ilyen aktív szakasz, amit eszem, azt egy hónapon keresztül tart, visszalapozok, utána lezáródik, és jön egy csendes szakasz. Majd újra beindul az egész történet, és megint tart egy függőgyógyulásos szakasz. Nem csak egy egyszeri történet, nem egy kétnapos történet, hanem egy hónapos esemény. És akkor bonyolítottam az elakadt gyógyulást a policiklikus lefolyással. Tehát ez mindenképpen el kéne gondolkodtasson valakit arról, hogy jó lenne már végre ezeket a konfliktusokat egyszer és mindenkorra megoldani. A irritábilis bélszindrómáról hát nagyon, nagyon színesen, tágasan ír még az akadémikus orvoslás is, és már a belgyógyászok is elismerik, hogy lelki eredete van. Végre valami, aminél már nem találnak semmit, tehát lelki eredetű. Sajnos az ilyen betegekre a pszichiáter mindenféle nyugtató és tudatmódosító szereket alkalmaz, holott ezekre nincsen szükség. Meg kellene érteni, hogy az IBS vagy IBD, irritábilis bélszindróma, csak azért alakul ki, mert jelen vannak a gyulladásos tünetek is, tehát a fájdalmak is, és a fokozott perisztaltika és a görcs is. Tehát ezt úgy tudnám elképzelni, hogy septibe gyorsan végigfutó programokról van szó egymás után. És ezeket a történeteket nyilván, hogy az életmódváltás azért befolyásolja, mert az életmódváltással végre magunkra figyelünk. Épp olvastam egy esettörténetet, hogy olyan vállalkozó, aki 90 órát dolgozott, mondom, 90 órát dolgozott hetente, és irritábilis bélszindrómája volt, miután visszatért a 40 órás munkahétre, a panaszai majdnem teljesen megszűntek. Na most a majdnem teljesen megszűntek engem nem vigasztal, tisztázzuk mindannyiszor, hogy melyek azok a bosszantó dolgok, amelyek újra meg újra megjelenve elindítják bennünk a programot, és ezeket egyszer és mindenkorra zárjuk le. Én befejezésül csak annyit szeretnék összefoglalni, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány alap a megértéshez, mert rámutat arra, hogy nem függnek a betegségeink az öröklődéstől, az iskolázottságtól, a családi állapottól, testtömegindextől, dohányzástól, nem kérem szépen. Csak attól függ, hogy hány érzelmi konfliktust nem oldottam fel. És ne feledjük, hogy a sinek azok, amelyek az allergiákat hozzák, minden táplálkozással kapcsolatos allergia, a gluténtől, a laktózérzékenységig, bármiről legyen szó, az mind egy fel nem oldott bosszankodás következménye, mert akkor éppen kenyeret vagy tejet emésztettem, vagy éppen pirosalmát tettem. Ilyenre is volt már példán. A lényeg az, hogy hány futóprogramunk van, és gyakorlatilag, hogy ezek konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban vannak-e. Ez már meghatározza az összképet. Ugyanakkor, amint látok, hogy a konfliktusok halmozása meghatározza a személyiségünket, amit azt a konstellált állapotoknál bemutattam. A germán gyógytudomány reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető, és pont ezért tudomány.
Mert előre megmondható, hogy ha tudom az illetőnek, hogy mikor volt a konfliktusa, tudom, hogy mikor oldotta meg, akkor kiszámítható a dolgoknak a lefolyása. És ez ugyanúgy történik bármilyen színű, bőrszínű embernél, vagy bármilyen vallású, vagy bármilyen társadalmi helyzetben élő embernél. Tehát a biológia nem az szerint válogat, hogy ki hova tartozik, vagy ki milyen munkát végez, mert mindenkinek az egyetlen valóság a saját megélése. Nem a statisztikán és az állatkísérleteken nyugszik, hanem az embriológián, azon a tudományon, amivel kezdtük a medicinát, az anatómia mellett, és az öt biológiai természettörvényről szól, hiszen ezek természeti törvények. Ezek olyan törvények, amelyeket egyszerűen nem lehet megcáfolni, még senkinek nem sikerült megcáfolni Hammer doktor természeti törvényeit, pedig nagyon igyekeztek. Az is egy lényeges dolog, hogy még egyszer megértsük, hogy érzelmileg kéne lezárjuk a napjainkat, és akkor akárhány DHS-t megélek per nap, lehet egy nap akár 30-40 félelmem is, de békével lezárom a napomat, ahogy azt hallottuk, nem újjék el nap a te haragoddal, és ha új nap van, akkor holnap reggel adjunk tiszta lapot önmagunknak is, és a főnökünknek, az anyósunknak, a szomszédunknak, és mindenkinek, akik eddig bosszantottak minket. Ha pedig még megkeresnénk a tanítást is a bosszantásukban, hát akkor vajon mi lenne? Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Én köszönöm neked, Kereszt, ezt a lélegzett elállító előadást, tényleg. Olyan emberként, aki minden képzéseben részt vesz, és nagyon, egyszerűen nem jutok szóhoz. Most bocsánat, hogy makogok a mikrofonba, de egyszerűen nem tudok magamhoz térni. Ez egy fantasztikus összefoglaló volt, és nagyon-nagyon köszönöm. Hát, sikerült meglepned még engem is, bár láttam a készülődésedet, meg az előadást, de a hozzáfőzött szövegek és kiegészítések azok teljesen érthetővé és más minőségben felfoghatóvá tették ezt az amúgy nagyon nehéz témát.